Jó kívánok! Folytatom a Sóher férfiakról szóló előadásomat. Tehát ezt a titkot, hogy a férfiak mitől válnak Sóherré, dr. Sigmund Freud, zseniális pszichiáter és pszichológus fejtette meg már nagyon sok évvel ezelőtt. A következő a probléma. Ugye a kisfiúk fejlődésük során elérik az anális fázist, ez körülbelül egy éves korukig tart. Utána megy tovább a fejlődés, és körülbelül 3 éves korukig elérik, körülbelül 1 évestől 3 éves korukig tart az orális fázis, jobban mondva. De ugye az anális fázisban a gyermekek nagyon szeretik visszatartani a székletet. Néhányan még az orális fázis kezdetén is. Ez nekik egyfajta jó érzést okoz, kellemes érzést okoz, élvezetet nyer attól, hogy visszatartja a széklet tömegét. Ebben nincsen semmi kóros, nagyon sok gyereknél ez előjön, később ez el fog tűnni, a szülők lenevelik, stb. Stb. De vannak olyan emberek, akikből nem tűnik el, és megmarad benne az, hogy vissza kell tartani az anyagot. Vissza kell tartani az anyagot, mert ez olyan jó érzés. Nem adom ki az anyagot. Nem azért, hogy bárkit bosszantsak, hanem csupán azért, mert ez olyan jó érzés az anyag visszatartása. Ezek a kisfiúk, amikor férfivá serdülnek, utána felnőtt férfivá válnak, már lesz pénzük, lesz anyag, amit vissza lehet tartani. És ők néha direkt keresnek is alanyokat erre, hogy kellene a másiknak a pénz, látja, de nem ad, mert olyan jó érzés visszatartani az anyagot. Nagyon jó érzés. Ugye ezek az emberek általában pedánsak, jól öltözöttek, tiszták. Van közöttük, aki jól is él. De van közöttük, aki nem él jól, mert ő visszatartja az anyagot, tehát nem költi el a pénzét. Saját magára sem költi el, nemhogy másra. Így aztán megvan az az élvezete, hogy visszatartotta az anyagot. Köszönöm szépen a figyelmüket, kérem, hogy lájkoljanak és iratkozzanak fel, viszontlátásra!